Vivi vagyok, és sok szeretettel üdvözöllek titeket a csatornámon. Az előző videómmal kezdetét vette egy mini videósorozat a csatornámon, amiben megmutatom nektek az olvasatlan könyveimet. Ez lenne ennek a videósorozatnak a második része. Most nem fogom még egyszer elmagyarázni, hogy ezzel a videósorozattal mi is egészen pontosan a tervem, illetve hogy ez hogyan kapcsolódik a 2024-es olvasási terveimhez. Hogyha érdekel benneteket, és még nem láttátok ennek a videósorozatnak az első részét, akkor ide belinkelem, és nézzétek meg nyugodtan, a videó első felében elmagyarázom, hogy mi is a célom ezzel az egésszel. Az előző videómban nagyjából 40 olvasatlan könyvemet mutattam be, meg lehet, hogy ebben Ebben a videóban ennél egy picit több könyvről lesz majd szó. Elsősorban az olvasatlan krimi, illetve thriller könyveimre fogok fókuszálni most, úgyhogy szerintem nem is húzom tovább a szót, és nézzük is a könyveket, ugyanis hát elárulhatom, hogy van jó pár olvasatlan krimi, illetve thriller könyvem. Nyilván én is tisztában vagyok vele, hogy nem fogom tudni az összes olvasatlan könyvemet elolvasni idén, viszont legalább azokkal szeretnék haladni, és legalább azoknak a számát szeretném csökkenteni, amiket még 2020-ban vagy 2021-ben... Ben magamnak. Ilyen például Liza jules A The Third Wife. Ha jól tudom, ez még nem jelent meg magyar nyelven, amúgy Liza jules már több könyve is megjelent magyarul. Én magyarul eddig még csak a fenti lakókat olvastam tőle, viszont ez lenne a harmadik olvasásom az írónőtől. A következő olvasatlan könyv a polcomon Elizabeth-től, a Grave Expectations. Ezt tavaly karácsonyra kaptam, benne volt a könyves adventi kalendáriumban, ez egy kózi krimi, ha jól tudom, még nem jelent meg magyar nyelven. Szintén tavaly karácsonyra kaptam Elkozimánotól a Finli Donovan Ölni Tudna című könyvet. Ez a Finli Donovan sorozatnak az első része, amivel én már jó régóta szemezek, nagyon örültem neki, amikor megkaptam ezt karácsonyra, úgyhogy ez mindenféleképpen be van tervezve idénre, hogy mikor fogok majd sort keríteni rá, azt még nem tudom, viszont ez rajta van a 2024-es terveimen. Szintén szerepel a 2024-es terveim között Freida mcfadden a The Housemaid. Ez már megjelent magyar nyelven is a Téboly otthon a címmel, és azt hallottam róla, hogy ez egy nagyon izgalmas thriller. Olvasatlan thriller, krimi még a polcomon Julia barthes a The Writing Retreat. Ha jól tudom, ebben a könyvben öt írónő kap lehetőséget, hogy részt vegyenek egy írói kurzuson. Maga a történet télen játszódik, ha jól tudom, valamilyen ö, zárt helyszínen vagyunk, és hát természetesen történik majd egy ö, gyanús haláleset, ami aztán még több bonyodalomhoz vezet majd. Illetve szintén olvashatlanul van a polcomon még egyelőre Laura Mársától az évforduló, viszont már ezt is beterveztem magamnak idénre. Agatha christie is van három könyvem, amiket még nem olvastam el. Az egyik a gyilkosság meghirdetve, a másik az ABC gyilkosságok, a harmadik pedig a Paddington 1650, amit már beterveztem magamnak idénre. Remélem, hogy sikerül legalább erre sort kerítenem, de nagyon örülnék neki, hogyha esetlegesen mind a három Agatha Christie könyvet el tudnám idén olvasni. Bár azt mondtam, hogy többnyire az olvasatlan krimi, illetve thriller könyveimet mutatom meg ebben a videóban, azért van itt kivétel is. Ilyen például Loren Graham-től a Have I Told You This Already?, ez már megjelent magyarul is, meséltem már címmel. Én ezt még tavaly, valahogy tavasz környékén vettem meg magamnak, és igazából az egyetlen oka annak, hogy még nem olvastam el, az az, hogy ezt úgy szeretném majd olvasni, hogy közben hallgatom hozzá a hangos könyvet, mert hogy a hangos könyvet Lorent Graham narrája, viszont még nem sikerült beszereznem a hangos könyvet. Úgyhogy amint sikerül, azt megszereznem, Szerintem rögtön neki is ugrok ennek a könyvnek. Ha láttátok a téli vlog videóimat, akkor tudjátok, hogy kaptam egy könyves adventi kalendáriumot a barátomtól, amiben rengeteg könyv volt, úgyhogy nagyon-nagyon sok olvasatlan könyvem, amiatt van, mert azt a 24 plusz két könyvet megkaptam, és hát a következő könyvek is ebből a kalendáriumból e, kerültek hozzám. Ilyen például Ludányi Bettinától a kis újeskü, amit mindenféleképpen szeretnék idén elolvasni, ez fixen be van tervezve erre az évre. Szintén szerepel a 2024-es terveim között Kara hunter a Murder in the Family, ami magyarul gyilkosság a családban címmel jelent meg. Ennek roppant érdekes e, a felépítése nem olyan, mint egy tipikus regény, hanem úgy épül fel, mint hogyha egy rendes nyomozáshoz olvasnánk az anyagot, mindenféle interjúkat, újságcikkeket, és a többi. Ez nagyon-nagyon érdekel engem, mert nagyon sok jót hallottam róla, úgyhogy minél hamarabb szeretném majd elolvasni. A következő könyvvel kapcsolatban nem igazán vannak terveim, viszont már nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez milyen lesz. Ez szerepírstől a The Retreat. Ez ugye az Elin Warner sorozatnak a második része, magyarul a pihenőhely címmel jelent meg. Természetesen az első részt már olvastam, az volt ugye a Sanatórium, ami nekem a hangulata tetszett, bár voltak vele azért problémáim, viszont azt hallottam, hogy ez a könyv jobban sikerült, mint az első része a sorozatnak, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy nekem mi lesz majd róla a véleményem. A következő könyv szintén egy sorozatnak a folytatása, ez Richard osman A The Man Who Died Twice, ez magyarul A Férfi, aki kétszer halt meg címmel jelent meg, és ez a Csütörtöki Nyomozóklub című sorozatnak a második része. Természetesen az első részt már olvastam, azt is angol nyelven olvastam a Csütörtöki Nyomozóklubot, mert amikor én olvastam, még nem jelent meg magyar nyelven, vagy talán valahogy akörül jelent meg magyarul, viszont én nekem addigra már egy ideje meg volt a könyv angol nyelven. Én, hogyha egy sorozatot angolul kezdek el olvasni, akkor szeretem angolul is befejezni, úgyhogy ezért kaptam meg a második részt is angolul a barátomtól. Szerintem mielőtt elolvasnám ezt a részt, előtte újra fogom olvasni az elsőt. Én nagyon szerettem a Csütörtöki Nyomozó Klubot, és hát az a helyzet, hogy azért egy pár dologról szerintem már megfeledkeztem így azzal kapcsolatban, hogy mi történt abban a részben, és bár nem tudom, nem hiszem, hogy feltétlenül összekapcsolódnának ilyen szorosan ezek a részek, de szerintem nem fog ártani, hogyha olvasom az első részt. A következő könyv pedig C.J. Tudortól a The Drift. Hogyha ezt idén elolvasom, akkor egészen biztosan valahogyan az év végére fogom meghagyni, így november-december környékére, mert ez egy télen játszódó történet. A következő könyvet tavaly születésnapomra kaptam apukáméktól, ez Ruth Vertől, a The It Girl, én Ruth Wertől eddig csak egyetlen egy könyvet olvastam, ami sajnos annyira nem nyerte el a tetszésemet. Viszont erről csupán jó véleményeket hallottam, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok rá. Amúgy egy baráti társaságról szól, akik azt hiszem együtt jártak egyetemre, viszont a társaságból valaki meghalt, valakit pedig börtönbe zártak ennek az illetőnek a meggyilkolásáért, viszont most x évvel később kiderül, hogy mégsem az az illető volt aki megölte ennek a társaságnak a tagját, aki végül is aztán börtönbe került ezért a bűncselekményért, úgyhogy valahogyan újra kezdődik a nyomozás, és újra összeáll ez a baráti társaság. A következő könyvet még évekkel ezelőtt, szerintem valahogyan 2019 év végén vagy 2020 év elején vettem egy Veszprémi bolha piacon, viszont azóta sem olvastam el. Ez Gordon rice a megtorlás. Itt az áll, hogy ez a trailer műfajának tökéletes drága köve, illetve hogy a félelem nem ismer kegyelmet, és a főszöveg is nagyon érdekesnek tűnik. Erre emlékszem, hogy rögtön felkeltette az érdeklődésemet akkor, amikor ott a könyveket puhítottam ezen a bolha piacon. Úgyhogy. Hát nem is értem, hogy miért nem olvastam még el eddig, viszont remélem, hogy idén sort tudok majd rákeríteni. A következő könyv egy true crime kötet, ami egy sorozatgyilkosról szól. Ez Michelle McNamara-tól Az eltűnök a sötétben. Ebben a kaliforniai gyilkosként emlegetett sorozatgyilkosról van szó, illetve arról, ahogyan nőt elfogták. Természetesen erről az ügyről már rengeteget olvastam az interneten is, illetve true crime podcastokban is hallottam már róla, viszont nagyon-nagyon érdekesnek találom, úgyhogy örülnék neki, hogyha ezt is el tudnám olvasni még az idén. Tavaly nyára terveztem be ezt a könyvet, de nem sikerült elolvasnom, úgyhogy bízom benne, hogy esetleg majd idén nyáron sorra tudom keríteni Peter Swanson Every Wow Break című könyvét. Én még nem olvastam Peter swanson pedig tudom, hogy van pár könyv, ami már megjelent magyarul is, és összességében azért általában pozitív véleménnyel vannak az ő könyveiről az emberek, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ez milyen lesz majd. Az utolsó könyv itt a kupacban John Hart-tól a kényszer alatt. Én ezt a könyvet tavaly májusban a Lira raktárvásáron vettem meg, és az a helyzet, hogy én előtte nem is hallottam még John Hart nevéről, vagy arról, hogy neki jelentek meg könyvei magyar nyelven, pedig amúgy ezen kívül ha jól tudom, még hat könyve jelent meg magyarul, tehát összesen hét könyve érhető el magyar nyelven. Nem tudom, hogy szó szerint e tehát lehet -e kapni mindet a boltokban, de ha jól tudom, hét könyve jelent meg eddig magyar nyelven, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ez milyen lesz. Ha jól tudom, az 1970-es években játszódik Amerikában. Holly jackson is van egy pár könyvem, amiket még nem olvastam. Ilyenek például a Jó kislányok kézikönyve gyilkossághoz sorozatnak a második, illetve a harmadik része. Én ezt is angolul kezdtem el olvasni, ezt a sorozatot még azelőtt, hogy magyarul megjelent volna a sorozat első része, úgyhogy ezért folytatom őket angol nyelven. Viszont, és erről már beszéltem a 2024-es terveim között is, idén ö, szeretném, ö, hogyha tudnék haladni a sorozattal tovább, de előtte mindenféleképpen újra akarom olvasni az első részt, mert az első részt még valamikor 2021-ben olvastam, és valahogy úgy érzem, hogy jót tenne először elolvasni újra az első részt, mielőtt tovább haladnék a második, aztán a harmadik részekkel. Szintén Holly Jackson-tól van itt a polcomon a Five Survive, amit tavaly karácsonyra kaptam. Ennek a könyvnek semmi köze sincsen a jogislányok kézikönyve gyilkossághoz című sorozathoz, és ha jól tudom, ez még nem is jelent meg magyar nyelven. Olvasatlan még a polcomon Anders Roslundtól a Kopkop című könyv, ami a névtelen lányok sorozatnak az első része. Ez egy skandináv krimi, és már mondtam a 2024-es olvasási terveimről szóló videóban is, hogy idén szeretnék a skandináv krimieimmel haladni, úgyhogy ezt szerintem idén sorra fogom keríteni mindenféleképpen. Itt van még az ölemben az azon agyalok, hogy ennek véget vetek című könyv ilyen rittől. Ha jól tudom, ehhez már készült egy sorozat is, ami Netflixen elérhető. Én még a sorozatot sem néztem meg, meg hát a könyvet sem olvastam még el viszont ha elolvasom a könyvet, utána szeretném majd a sorozatot is megnézni. Azt hiszem, hogy sorozat, de az is lehet, hogy egy film készült belőle. Most nem vagyok 100%-ig biztos, de a lényeg az, hogy szeretném majd megnézni az adaptációt is, ami készült ebből a könyvből. Amúgy ezt egy eléggé fura történetnek mondják, úgyhogy hát kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. A következő könyvet egészen biztosan el fogom idén olvasni. Ez Robin Perini-től az Elfeledett Hagyaték című kötet ami a Singing River hagyaték sorozatnak a második része. A sorozat első része az elfeledett titkok, amit én 2021 év végén olvastam, és azt nagyon-nagyon szerettem, úgyhogy nagyon megörültem, amikor ezt a második részt megkaptam tavaly karácsonyra ajándékba úgyhogy ahogy mondtam, ez egészen biztosan sorra fog kerülni idén. Nagyon régóta szeretném már elolvasni Dot a Pillangó kertje című könyvét, ami a gyűjtő című sorozatnak az első része. Pontosan az ilyen könyvek miatt szeretném tartani magam az idei évi terveimhez, hogy a magánkönyvtáramra fogok fókuszálni, és igyekszem nem elcsábulni az új megjelenésekkel, mert egy csomó olyan könyv van a polcomon, amik már régóta érdekelnek, régóta megvannak, régóta el szeretném őket olvasni, viszont nagyon sokszor elcsábulok az új megjelenésekkel, és ahelyett, hogy azokat a könyveket olvasnám, amik már megvannak, Helyettük inkább elolvasom azt, amit újonnan vettem, ami új megjelenés, amiről mások is beszélnek. Na, ezt szeretném egy picit korrigálni idén, és szeretnék inkább azokkal a könyvekkel törődni, amik már a polcomon vannak, és azokat olvasni. Mert rengetegről tudom, hogy. Hogy tetszenének nekem, legalábbis van egy nagyon erős megérzésem velük kapcsolatban, hogy tetszenének nekem. Ilyen például Dothágyi Zonnak is a könyve. Szóval, um, igen, ezt, ezt jó lenne már idén tényleg elolvasni. A következő könyvet e, saját magamtól kaptam tavaly születésnapomra. Ez Danya Kukavkától a Nócinen Execution című könyv. Danya Kukavkától korábban már olvastam egy könyvet. E, Elégedett voltam vele, bár nem tartom túl nagy durranásnak, de összességében elégedett voltam vele. Ennek viszont nagyon tetszik az alaptörténete, mert hogy a középpontban egy sorozatgyilkos áll, aki halálsoron van, viszont a történetet nem a sorozatgyilkosnak a szemszögéből látjuk, hanem ha jól tudom, három hozzá közel álló nő szemszögéből. És igazából olyan dolgokról van benne szó, mint a halálbüntetés, hogy mennyire jó, hogy van még halálbüntetés az Egyesült Államokban, vagy mennyire nem jó, illetve hogy létezik-e olyan, hogy egy, egy sorozatgyilkos, aki Annyi borzalmas bűncselekményt elkövetett, képes a teljes megbánásra, illetve arra, hogy hogy megjavuljon, hogy jóvá váljon a börtönbüntetése alatt. Van jó pár true crime kötet is a polcomon, ezek közül egyet már mutattam, viszont a soron következő is az. Ez Greg Olzen-től a Tarsdaszád című könyv, ami Shelley Natekről szól, az ő ügyét dolgozza fel, hogyha jól tudom. Olvasatlan könyv még a polcomon, Elizabeth Norebáktól a Vér a véremből című könyv. Ezt tavaly a könyvhéten vettem magamnak, mert hogy az Animus kiadónál volt egy doboz, ami tele volt könyvekkel, és az akció szerint két könyv került 2000 forintba. És én ott megtaláltam ugye Jussi Adler Olzen nyomtalanul című könyvét, úgyhogy ahhoz, hogy meg tudjam venni, kellett választanom egy másik könyvet is, és hát erre esett a választásom. Végül utólag, amikor megnéztem moly pontum, láttam, hogy nincsenek hozzá feltétlenül jó vélemények, viszont engem így is érdekel, úgyhogy hát bízom benne, hogy ez is egy olyan lesz, amit idén elolvasok majd. Haladjunk szépen tovább, a következő könyv Grady hendrix a Horror Stör, ami egy horror történet. Nagyon érdekes ennek a könyvnek a felépítése, mert olyan, mintha egy ilyen IKEA katalógus lenne és azt hiszem, hogy egy ikához hasonló butorboltban játszódik a történet. Ez egy olyan könyv, amit ilyen hirtelen felindulásból vettem meg, mert egy csomó jót hallottam róla, elsősorban külföldi booktuberektől, és aztán azóta sem olvastam még el. Hát bízom benne, hogy idén talán sorra kerül majd. A következő könyvvel kapcsolatban viszont egyáltalán nem értem, hogy miért nem olvastam még el, ez Adrian McKinty-től a lánc. Amikor ezt megvettem, én azt gondoltam, hogy rögtön el is fogom olvasni, de természetesen minden, mindent olvastam helyette, csak ezt nem. És azóta már megjelent Adrian mckinty még egy könyve magyar nyelven, aminek a címe a Sziget, és az is nagyon-nagyon érdekel, viszont megfogadtam magamnak, hogy előbb ezt elolvasom, muszáj lesz előbb ezt elolvasnom, és majd utána szépen megvehetem magamnak azt a könyvet, és el is olvasom majd azt is utána. Ismét itt egy Grady Hendrix könyv, viszont ez sokkal jobban érdekel, ez a How to Sell a Haunted House. Hát erről is nagyon-nagyon sokat beszéltek a külföldi booktuberek most 2023-ban, azt hiszem 2023-ban beszéltek erről nagyon-nagyon sokat. Ez egy kicsit ilyen kísértett házas jellegű történet, de közben meg mégsem teljesen az. Kíváncsi vagyok rá, hogyha valamelyik Grady Hendrix könyvet el kell idén olvasnom, akkor szerintem inkább ezt fogom, ez sokkal-sokkal jobban érdekel. Tavaly ősz elején vettem ezt a könyvet magamnak, és hát mindenféleképpen el akarom idén olvasni Dr. Richard Shepherd holtak vallatója című könyvét. Nagyon-nagyon érdekel, ezt itt írja is, hogy Nagy-Britannia leghíresebb törvényszéki korboncnokának emlékei, avagy élet a halál közelében. Szerintem nagyon-nagyon izgalmas dolgok vannak ebben a könyvben, úgyhogy hát ez ilyen top prioritás erre az évre akkor, ha már a top prioritásoknál tartunk, erről a könyvről már beszéltem a 2024-es terveim között is, ez Ken a Never, erre biztosan sort fogok keríteni idén, ez már ilyen, ez fix ez tuti-tuti, ez biztos, hogy el fogom idén olvasni. Azt gondoltam, hogy gyorsan menjünk végig még az e is, de ezeken csak tényleg nagyon-nagyon gyorsan. Az egyik két Holehentől, a One Little Secret, ez egy thriller, aztán tavaly megvettem magamnak Diana Rayburn A Curious Beginning című könyvét, ami a Veronica Speedwell mysteries az első része, és ez egy ilyen viktoriánus korszakban játszódó, hát nem is tudom, hogy lehet-e kriminek mondani, de ilyen rejtélyes, nyomozásos történet, az egészen fix, hogy a viktoriánus korszakban játszódik, de egyelőre még nem sikerült rájönnöm, hogy, hogy milyen zsánerbe is sorolható ez a kötet. Van egy karácsonyi könyv, amit 2022-ben szereztem be, Jennifer Joyce-tól, a The Christmas Cupid. Ez egy romantikus történet, és azt hiszem, hogy ez egy kicsit ilyen, mintha lenne benne ilyen időhurok, időutazós, téma is. Nem vagyok benne 100%-ig biztos, viszont a fülszöveg erre utal, és így a romantikus történetet illetően inkább a második esélyre épül. Van egy cozy krimi is, amit tavaly vettem, ez Joanne fluke a Chakrit Chip Cookie Murder könyv, ami magyarul Exotikus Csók és Gyilkosság címmel jelent meg, ez is egy sorozatnak az első része, a Hannah Svensson sorozatnak az első része. A következő könyvet ilyen hirtelen felindulásból vettem meg szintén, ez Catherine Ardentől a Small Spaces című könyv, ez ugye magyarul is megjelent Apró Terek címmel, ez ilyen, azt hiszem, hogy ilyen ifjúsági horror történet, ha jól tudom, egy időben elég sok helyen beszéltek erről a magyar booktuberek közül is, én nem olvastam még, és hát egyelőre egy picit így hadilábon állok vele, hogy mit évből legyek ezzel a könyvvel kapcsolatban, mert ifjúsági horrorokat nem igazán szoktam olvasni, de lehet, hogy ennek majd adok egy esélyt. Van egy thriller, ami nagyon-nagyon érdekel, és ezt a közeljövőben szeretném elolvasni, ez Rachel kane a Steelhouse Lake. És ez már megjelent magyarul is, nincs menekvés címmel, viszont azért nem magyarul vettem meg, mert félek tőle, hogy a további részek nem fognak megjelenni. Mert hogy ez is egy sorozatnak az első része, és azt hiszem angolul már a sorozatból megjelent öt rész is, viszont magyarul a második résznél megállt a sorozat, és ha már elkezdem a sorozatot, akkor szeretném is befejezni, főleg, hogyha tetszik, és akkor. Hát akkor inkább angolul olvasnám. Szintén egy karácsonyi történet, Sophie Lee Robbins-tól, a Snowflake and Sparks. Ez az Old, Old Pine Cove sorozatnak az első része, nem látom, hogy megjelent volna a magyar nyelven, viszont ez is ilyen második esély jellegű történet. Úgy tűnik, hogy az utóbbi időben valahogyan erre a második esély témára nagyon rá vagyok állva. A következő egy krimi per thriller sorozatnak az első része, ez a Death Notice. Todd -től. Ez a Cat Campbell sorozatnak az első része, és ennek az az érdekessége, hogy hát Todd Ritter, ő Riley Sager, mert hogy Riley Sagernek a Riley Sager, az egy írói álnév, és valójában őt Todd Ritternek hívják, és egy időben a saját nevén is jelentetett meg könyveket. Azt hiszem, hogy a saját nevén csak ezt a sorozatot jelentette meg, a Cat Campbell sorozatot, Viszont, amikor megtudtam, hogy ez létezik, akkor így rögtön rávetettem magam, és az első részt meg is vettem e-könyv formátumban, mert máshogyan nem is nagyon látom elérhetőnek, és ezek a könyvek nem is jelentek meg magyar nyelven, hogyha jól tudom. Ebukomon az utolsó olvashatlan könyv az dean től a The Last Passenger, ami egy hajón játszódó thriller, igazából. Um, egy pár elmegy egy ilyen hajós kirándulásra, és másnap reggel, ahogyan a hajóra érkeznek, másnap reggel, amikor a párnak a női tagja felébred, sem a párját nem találja, sem pedig a hajón előző nap ott tartózkodó legénységet, illetve a többi utassal sem tudja, hogy mi lehet, mert senkit sem talál. Ő egyedül van a hajón, viszont a hajó az már kint van az óceán kellős közepén. Úgyhogy hát ez egy ilyen érdekes történet lehet, főleg, hogy zárt területen játszódik. Én az ilyen zárt téren játszódó thriller, krimi könyveket nagyon-nagyon szeretem, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ez is milyen lesz majd. És ha jól tudom, amúgy ez sem jelent még meg magyar nyelven. Ennyi lett volna már ez a videó, ezeket a könyveket szerettem volna most ebben a videóban megmutatni. Tényleg nagyon sokról volt szó, és elnézést, hogy a tartalmukban nem megyek bele részletesen, de az nagyon sok lenne, illetve rengetegnél csak úgy tudnék a tartalomba belemenni, hogyha felolvasom a fülszöveget, az pedig egy csomó időt elvesz. Mert hát valljuk be őszintén, mivel még nem olvastam ezeket a könyveket, nyilván nem is vagyok annyira tisztában azzal, hogy melyik miről szól, csak így ami rémlik, ami dereng nekem abból, amit, amikor még a fülszövegüket elolvastam. Szóval elnézést, hogy nem megyek így részletesen a tartalmukba bele, de talán így is van egy pár olyan, ami felkeltette az érdeklődéseket, lehet, hogy van pár olyan ezek közül, amiket már ti is olvastátok, hogyha igen, akkor várom kommentben tőletek, hogy nektek mi a véleményetek egy-egy könyvről, amiket ezek közül esetleg már olvastatok. Én köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Még egy résszel jelentkezem, amiben az utolsó darabokat mutatom meg az olvasatlan könyveimből. Addig is és vigyázzatok magatokra! Sziasztok!